Elindult a felvásárlás, idén jó termést takaríthattak be a dohánytermelők. Szemléletformálás, elektromos és hagyományos hajtású kerékpárokat szerzett be a Vármegyei Önkormányzat. Veszélyes rollerek, egyre több a baleset a Vármegyében, szigorúbb szabályozás kellene. Elindult a Virginia dohány felvásárlása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A tavalyi asszályos év után idén az egyenletes csapadékeloszlásnak köszönhetően a termés minősége és mennyisége is kielégítő. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A dohányfeldolgozók az év elején több lépcsőben összesen több mint 60%-kal emeltek a felvásárlási árakon, emellett a termelők energiaárkompenzációt is igénybe vehettek. Ennek eredményeként jó évet zárhatnak a dohánytermelők. Egymás után érkeznek a kartonba zárt minősített dohánylevelek a gépsoron, a raktározó targoncáknak is gyorsan kell dolgozniuk. A hét elején kezdődött a Virginia dohányok felvásárlása a nyíregyházi székhelyű ULT Magyarország üzemében. Ennél a vállalatnál gyűjtik be a hazai termés 80%-át. Tavaly nagy volt az aggodalom, az asszály jelentős pusztítása mellett a megemelkedett energiaárak miatt is csökkent a termelés színvonala. Az ágazat vezetőinek így gyorsan megoldást kellett találniuk a kialakult problémákra. A tavalyi év egy nagyon rossz évünk volt, talán mondhatom azt, hogy a közel 35 éves szakmai karrieremnek legsötétebb éve volt. A termésünk több mint 35%-át az asszály és egyéb tényezők miatt elveszítettük. Olyan gazdasági körülmények vettek körül bennünket, ahol a gazdálkodás szinte lehetetlen volt, az energiaárak naponta változtak, és gyakorlatilag több mint 10-szeresére emelkedett a földgáznak az ára a szezonnak a végére. Hál' Istennek ezen túl vagyunk. Megpróbáltuk 2023-ra stabilizálni a dohánytermesztés Magyarországon, és a termelőkörünket érdekeltté tenni abba, hogy folytassák a termesztést, és kitartsanak az ágazat mellett. Egyik és talán legfontosabb ilyen lépése volt a társaságnak, hogy évelején több lépcsőben összesen több mint 60%-kal emeltek a felvásárlási árakon, emellett a termelők energiaárkompenzációt is igénybe vehettek. A dohánytermesztők ezután már csak abban bíztak, hogy az idei nyár időjárása sokkal kedvezőbb lesz a növény számára. Az egyenletes csapadék eloszlásnak köszönhetően jónak mondható a termés mennyisége és minősége. Egy teljesen más év, mint az elmúlt év volt. Csapadékban talán nem voltunk sokkal bővebbek, mint ahogy ezt általában az emberek gondolják, de viszont a dohány szempontjából nagyon jó eloszlású csapadékos évünk volt, főleg június, július és augusztus hónapokban. Jó erős közepes termésünk van, termés mennyiségben a szerződött mennyiséget vissza fogjuk tudni hozni, és minőségben úgy gondolom, hogy egy nagyon jó évünk lesz, mert a dohányok közepes minőségűek, vagy attól jobbak. A Virginia dohányok felvásárlása a termelők által feltöltött készletek függvényében egészen december első hetéig zajlik, azaz követő 2-3 hónapban pedig a bőrli leveleket gyűjtik Nyíregyházán. A felvásárolt készleteket Olaszországban dolgozzák fel mindkét dohányfajta esetében. Új lakóotthonokba költözhettek a fogyatékkal élők Tarpán és Gacsájon. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete közösen 7 támogatott lakhatásra alkalmas ingatlant épített vagy újított fel. A beruházás több mint 713 millió forint értékű uniós forrásból finanszírozták. A program célja, hogy a nagy létszámú intézményi ellátást kiváltva minőségibb, önállóbb életet élhessenek az ellátottak. Tarpán 5, Gacsájon pedig 2 12 férőhelyes épületet adtak át. A településeken szolgáltató központokat is kialakítottak, amelyekben többek között étkeztetést, nappali ellátást és fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak. Nem csak a Vármegye háza dolgozói használhatják majd a megyei önkormányzat új kerékpárjait. A 3 hagyományos és 2 elektromos biciklit akár külsős szervezetek is bérbe vehetik. A több mint 2 millió forint értékű eszközöket a korszerű határok infrastruktúra sikeres Kárpátok régió, azaz a MOBI koordinálta. 3 hagyományos bicikli és 2 elektromos rásegítésű kerékpár áll a Vármegyeháza előtti téren. Az önkormányzat csütörtökön vehette át a 0 kilométeres eszközöket, amelyeket a korszerű határok infrastruktúra, sikeres Kárpátok régió,
azaz a Mobi projekt keretében vásároltak valamivel több mint 2 millió forint értékben. A beszerzés célja szemléletformálás, a mobilitás népszerűsítése, valamint hogy példát mutassanak az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésében. Egy Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia együttműködési projekt keretében lettek beszerezve ezek az eszközök. A eredeti pályázatnak is a mobilitás megvizsgálása volt a célja, illetve egy rövid kerékpárutat is tudtunk építeni ebből a programból Kárpátalja területén, amely az ottani közlekedés segíti. Egész program az persze szélesebb aspektusból vizsgálta a határok átjárhatóságát, közlekedési kapcsolatokat, a folyókon való átkelés lehetőségeit is, amelyeket a következő években, hát remélhetőleg a háború után tudunk hasznosítani az infrastruktúra fejlesztésben is. Ezekre ráépítve lehet infrastruktúrát is fejleszteni a határon átjúló mobilitás érdekében a tervekre felhasználva. Addig pedig maradt a szemléletformálás, ami olyan csak fontos határ mindkét oldalán, olyan mozgásformákat ajánlani, olyan célhoz jutási formákat ajánlani, amelyek egyre kevésbé szennyezik a környezetet. A hagyományos kerékpárok között van férfi és női vázas is, az elektromos bringák pedig megfelelnek minden előírásnak. Az unió szabályozás szerint ugyanis minden pedelek szabványú elektromos kerékpár esetében a rásegítésnek le kell kapcsolnia, ha eléri a 25 km/h sebességet. Addig is csak akkor szabad gyorsítania, ha tekerjük a kerékpárt. Az eszközök beszerzése nem csak a vármegyeháza dolgozóinak szolgál ösztönző példaként, más is használhatja majd. Alapvetően a vármegyeháza dolgozói, tehát szívesen adjuk a munkatársainknak egy később kidolgozandó szabályzat alapján használható akár hétvégi szabadidős programokra is, de hogyha közösségek jelentkeznek nálunk, osztályközösségek, hogy 5 darab kerékpár hiányzik nekik egy hétvégi programhoz, akkor biztos ebben is szívesen segítünk, hogyha lesz erre remélhetőleg jelentkező. Ez a projekt is jól mutatja, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata elkötelezett a klímavédelem, az energiahatékonyság és fenntarthatóság iránt. Ünnepélyes tanévnyitót tartottak szombaton a Nyíregyházi Egyetemen, rekordszámú elsős kezdheti meg idén a tanulmányait az intézményben. A legnépszerűbb képzések az óvodapedagógus, a programozó informatikus, valamint a gazdálkodás és menedzsment szakok voltak a most induló tanévben. Jó ma egyetemistának lenni, hiszen a tények azt mutatják, hogy akinek diplomája van, szinte azonnal, egészen pontosan 36 nap alatt munkát kap, mi több, a diploma minimum másfélszeres bérszorzót jelent, fogalmazott dr. Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár az egyetem évnyitóján. A Nyíregyházi Egyetemen a tavalyi évhez képest 92%-kal több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait. Az egyetem rektora elmondta, a törvényi szabályozás változott, de igyekeztek vele felelősen élni. Ami a dolog sajátossága volt, és ez az intézménynek a felelőssége, hogy a ponthatárokkal hogy gazdálkodunk. A nagy kaland az egyetem számára nem az, hogy a falakon belülre mindenkit beengedjünk, hanem az, hogy egy rendes menetrendbe értelmiségig létre fel tudjuk készíteni, és a normál tanulmányi idő végén diplomát, szakképzettséget tudjunk a kezükbe adni. Emiatt van nagy jelentősége a belépési pontszámoknak, hogy ne egy lefelé nivellálás induljon el. Mi ebbe meglepően, tehát keményen következetesek voltunk, és nem indítottuk el ezt a lefelé nivellálást, magasabban határoztuk meg a szakjaink többségénél a felvételi belépési pontszámokat, az alsó küszöpontszámokat, mint az előző időszak állami pontszámai. Így sikerült 92%-kal növelni a tavalyi évhez a viszonyítva a bejutottaknak a számát, úgy, hogy az átlagpont nem a más intézményeknek az egyessel kezdődő 100 pont, hanem durván a 350 pont körül húzódik, de van olyan szakunk, ahol 80%-as létszámnál az alsó, a legkisebb pontszámmal bekerülő is a 380-400 körüli pont. Ennek az a jelentősége, hogy esély van ilyen hallgatói felkészültséggel értelmes felsőoktatási tevékenységet folytatni, a kollégáink teljesíteni tudnak, a hallgatók a megfelelő szakmai ismereteket, értelmiségi lépkeit valóban el tudják sajátítani, és a munkaerőpiac számára ez egy csúnya kifejezés,
professzionális szakembereket tudunk szállítani. A szakok népszerűségi sorrendje a következő. Óvodapedagógus, programtervező informatikus, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Évről évre erősödik az agrár és a műszaki képzések iránti érdeklődés. Márkus Lili óvodapedagógus szakos elsőéves hallgató elmondása szerint nagyon szereti a gyerekeket, és az egyetemmel kapcsolatos korábbi tapasztalatai alapján választotta a nyíregyházi intézményt. Én itt nyelvvizsgáztam, ami nagyon jó tapasztalat volt számomra, mert mindenki nagyon kedves volt és befogadó, illetve akiket ismerek, már felsőbb évesek, akik ide járnak, ők is nagyon aranyosak és befogadóak, és az egész egyetemnek a légköre nagyon tetszett, ezért választottam ezt az egyetemet. Bugarin Horváth Luca ének magyar tanári szakra jelentkezett. Az első éves hallgató még szokja az egyetemi légkört. Igazából először nagyon nagy félelemmel töltött fel ez a sok újdonság, hogy ennyire önállóbbnak kell lenni a gimnázium után nyilvánvalóan, meg több dolog van, amit önmagam erejéből kell megtennem mások segítsége nélkül, és eleinte nehézséget okozott, de úgy érzem, hogy most már kezdek belerázódni. Régi hagyománya az ünnepségnek, hogy a több évtizede végzett hallgatók az első évesek jelenlétében vehetik át arany, gyémánt, vas, rubin és márvány okleveleiket. Pap Istvánné 50 éve diplomázott, és 40 évig volt a nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskola mindennapjainak része. Azt gondolom megható élmény, kicsit meg is hatottam. Nyíregyházi vagyok, tehát gyakorlatilag sokszor jártam itt. Nagyon-nagyon szerettem az intézetet, a tanárokat különösen. Olyan tanáraink voltak, akik egy életre meghatározták a sorsunkat, élményt adtak. Én különben is úgy érkeztem ide, hogy a debreceni zeneművészetit hagytam ott, érvényes felvételi papírral érkeztem ide, aztán majd később folytattam a tanulmányokat ott, de ez egy meghatározó élmény volt, nagyon szerettem, és ragyogó csoporttársaim voltak, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot. Az ünnepség végén a hallgatók esküdtettek, és egyetemi polgárrá fogadta őket Szabó György, az egyetem rektora. A tanév kezdéssel párhuzamosan egyre több fiatal jelenhet meg az utakon rollerrel, ezzel együtt pedig egyre több az ilyen baleset is. A szakértők szerint szigorúbb szabályozással elejét lehetne venni a problémáknak. Indokolt lenne a zárt ruházat, a kerékpáros védősisak és kesztyű viselése. Augusztus közepén Nyíregyházán a Derkovics utcán készültek ezek a felvételek, egy rolleres kislányt ütöttek el a zebrán. A gyermeket a mentők ellátás után súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba. De nem ez volt az egyetlen komoly baleset, amelyben rollerrel közlekedő személy is érintett volt. Ennek egyik oka, hogy az elmúlt években drasztikusan megnőtt ezeknek az eszközöknek a száma. Országosan a eddigi idézőjelben vásárolt, Magyarországon vásárolt és forgalomba került rollerek száma a közel 200 ezer darab számot érte el, és ehhez még a becslések szerint több mint 100 ezer darabot külföldről behoztak, tehát országosan több mint 300 ezer roller valószínűsíthető, hogy az országban van. Ugye ennek a százalékos aránya a megyénkben is lecsapódott, városunkban is lecsapódott, és még talán engedjük meg ezt, hogy ki kelljen mondani, hogy gyakorlatilag státuszszimbólummá vált már, hogy valakinek, ha nincs e-roller, a családban legalább egy vagy kettő, vagy nincs és nem azzal fog a gyerek iskolába menni, akkor az már egy kicsit olyan hátrányosnak tűnő, és egy státuszszimbólum lett abból, hogy van e-rollerem. A tanévkezdés pedig azt is jelenti, hogy ezek az e-rollerrel rendelkező fiatalok egyszerre fogják elárasztani az utakat. A szülők azonban sokszor nem tudják megfelelően felkészíteni a gyerekeket az elektromos rollerrel való közlekedés szabályaira. Az elsődleges az, hogy a kedves szülő mutassa meg a gyereknek, hogy hol kell közlekedni, mi a kressz szabály adott helyzetekben, mint kereszteződésben, illetve gyalogátkelő helyen, vagy kerékpáros úton, vagy kerékpáros átvezető helyeken a keresztülési pontokban, feltéve, ha tudja a szülő is, mert sajnos ott a probléma, ugye az oktatás során úgymond kategória bővítésnél, tehát egy B meglévő jogosítványnál egy nagy motor kategóriát akar a felnőtt végezni, és itt szembesülünk azzal, hogy gyakorlatilag hiába van 10-20 éve jogosítványa a személygépkocsiból, a kressz szabályai nagyon messze állnak tőle.
Az elektromos rollereket és használóikat hasonlóan a kerékpárokhoz nem lehet beazonosítani. Az eszközök hangtalanok és nagy sebességgel közlekednek, ez pedig egy komoly baleseti veszélyforrás. Jó hír a spari drukkereknek, hogy továbbra is tartja veretlenségét a Nyíregyháza Spartakusz. Timár Krisztián csapata az MB2 hetedik fordulójában a Budafok együttesét fogadta Balmazújvárosban, és nyert 2-0-ra. A spari továbbra is veretlen a másodosztályban, 4 győzelem és 3 döntetlen után csak rosszabb gólkülönbségével áll a tabella második helyén. A szabolcsiak legközelebb szeptember 24-én játszanak bajnoki mérkőzést a Szeged otthonában. Átalakult és megfiatalított játékos kerettel vág neki a bajnokságnak a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata. Az átszervezett MB2 D csoportjában a Felsőházat célozza meg a Drabik Péter által irányított együttes. Az MMTK vasárnap Kálló Semjénben kezdi a szezont. Az ötödik helyen zárta az előző idényt az NB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai együttes. A bajnokság zárása után már lehetett tudni, hogy átalakul a keret, végül 80 fejezték be pályafutásukat. A klub vezetése úgy döntött, hogy a fiataloknak szavaz bizalmat a 2023-24-es szezonban. A Esze Tamás gimnáziumban és a gépészeti szakközépiskolában mentek azok a tanulók, akik a tavalyi U19-es bajnokságban ezüstérmesek lettek. Azt gondolom, hogy 14-15 évesként ez egy nagyon nagy dolog, és mi bizalmat szavaztunk nekik erre a szezonra. Így aztán a felnőtt csapatból igazából, aki a felnőtt csapat magját adja, az a 7 játékos, úgyhogy igazoltunk Balmazújvárosból és Nyíradonyból egy játékos még, és az összes többit 13 gyerekkel, mert mondhatom így nyugodtan, hogy gyerekkel, hiszen 14-15-16 éves gyerekekkel töltöttük fel felnőtt csapatot. Így aztán a régi új edzőnek, Drabik Péternek ilyen szempontból könnyű dolga volt, hiszen hazaiakkal kezdhette meg a felkészülést, a lányok rendelkezésre álltak augusztus elejétől, az a pár ember, aki pedig nem Máté Szalkai, az pedig szakított időt rá, hogy megfelelő edzés munkával be tudjon kapcsolódni majd abba a szakmai munkába, amit elvárnánk a csapattól. Drabik Péter edző szerint a tervezett munkát elvégezték, az viszont csak a bajnokságban derül majd ki, hogy mire lesz képes az alaposan megfiatalított Máté Szalkai együttes. Egy elég hosszú alapozási időszakunk volt, augusztus első hete után kezdtük, napi 2 edzéssel készültünk, rengeteget dolgoztunk, tudjuk, hogy nehéz dolgunk van, és ennek megfelelően próbáltunk nagy energiákat megmozgatni. Hát dolgoztak a lányok, majd a bajnokságban meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezt átvinni, vagy sikerül-e. A szövetség átszervezte az NB2-es bajnokságot. 8 csapatos csoportot alakítottak ki. A Máté Szalka a D jelű csoportban kapott helyet, a Miskolc, a DVSC U21, az Eger U21, a Hajdúböszörmény, a Kálósemjén, az Ungvár és a Vitka Ese társaságában. Az első 4 helyezett csapat a C csoport első 4-esével, az 5.-8. helyen végzők a C csoport ugyanazon helyen végző 4-esével folytatják. Ez egy átmeneti évre számunkra, és bizalmat szavazunk minél több embernek. Ez már az edzőmeccsek alapján kiderült, hogy Drabik Péter bátran nyúl hozzá a fiatalokhoz, forgatja őket, nem csak perceket kapnak, hanem félidőket ezek a játékosok. Úgyhogy én bízom benne, hogy akár meglepetésként még talán egy felsőházi rájátszás, de hogyha az alsóházba fogunk szerepelni, és ott a végén az alsóház elején fogunk végezni, annak is nagyon fogunk örülni. A Máté Szalkai MTK a nyitófordulóban vasárnap Kálósemjénben lép pályára. 3-2-es vereséget szenvedett a Kisvárda labdarúgó csapata az NB1 hatodik fordulójában Újpesten. Ezt követően vasárnap az együttes honlapján jelentették be, hogy az idéglenesen kinevezett Gerlicki Mátét Mátyus János váltja a kispadon. A várdaiak egy győzelemmel, egy döntetlennel és 4 verességgel a tabella 10. helyén állnak. A csapat a válogatott szünet után szeptember 23-án a Ferencváros ellen lép pályára idegenben. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Elindult a Virginia dohány felvásárlása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A tavalyi aszályos év után idén az egyenletes csapadék eloszlásnak köszönhetően a termés minősége és mennyisége is kielégítő. A dohány feldolgozók az év elején több lépcsőben összesen több mint 60%-kal emeltek a felvásárlási árakon, emellett a termelők energia árkompenzációt is igénybe vehettek. Ennek eredményeként jó évet zárhatnak a dohánytermelők. Nem csak a Vármegye háza dolgozói használhatják majd a megyei önkormányzat új kerékpárjait, a három hagyományos és két elektromos biciklit akár külsős szervezetek is bérbe vehetik. A több mint 2 millió forint értékű eszközöket a korszerű határok infrastruktúra sikeres Kárpátok régió, azaz a MOBI koordinálta. A tanévkezdéssel párhuzamosan egyre több fiatal jelenhet meg az utakon rollerrel, ezzel együtt pedig egyre több az ilyen baleset is. A szakértők szerint szigorúbb szabályozással elejét lehetne venni a problémáknak, indokolt lenne a zárt ruházat, a kerékpáros védősisak és kesztyű viselése. Szeptember 4-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka derült tiszta időre lehet számítani, a hőmérséklet kissé lehűl, 14 és 17 fok körül lesz. Kedden napközben folytatódik a nyárias, meleg idő, kisebb eső előfordulhat, a hőmérő higanyszála 25 fok fölé is emelkedhet. A hét további részében marad a nyárias idő, csapadék nem várható, a hőmérséklet 25 fok felett lesz napközben.